A szellemi nézőpont megengedi, hogy ne csupán egy pillanatnyi töredéket, de az életút egészét lássam, és életutam összefüggését egy még nagyobb egységgel, a világgal. A világ összefüggései mögött láthatóak a szellemi erők, melyek áthatják az anyagot. Így sejlik fel az élet szövedéke. Ez az, ami már első olvasásnál is megfogott engem. Izgalmas volt nagyon nekem már a könyv születése is, mert amikor írta a Nami ezt a könyvet, és hallottam tőle, hogy írja ezt a könyvet, akkor nagyon nagy kíváncsiság, valami őserű kíváncsiság tört fel belőlem, hogy minél hamarabb elolvashassam. Úgyhogy állandóan, amikor találkoztam, mindig kérdeztem, hogy készen van-e egy könyv, hol tart, mikor jelenik meg. És végre, amikor megjelent a könyv, akkor szinte faltam, szinte együttő helyemben elolvastam. Nagyon nagy hatással volt rám. És későbbiekben is, ahogy újra-újra olvastam, ahogy fejlődtem én is, egyre több mindent értettem meg belőle. Különböző rétegei mutatták meg magukat. Különböző rétegei a gondolatoknak, a mélységeknek. Különböző rétegei az igazságnak, ahogy én fejlődtem. Volt időszak viszont, amikor egy picit távolabb került tőlem ez a könyv, valahogy nem akartam elővenni. Nem volt meg az a belső indítatás, mint hogyha a lelkem nem vitt volna rá, hogy olvassam. Az jobban összpontosítás volt a gyakorlásra. Akkor azzal kellett lennem. És utána olvastam el újra, és akkor mintha egy új dimenziót, mintha egy új könyvet olvastam volna, olyan hatása volt rám. Úgy éreztem, hogy itt kapok választ a mi értekre, amit már gyerekkoromban is éreztem. Hogy ugyanazokra a dolgokra mások miért másként reagálnak, miért nem úgy, ahogy én. Ezt nem értettem először. Miért van az, hogy pedig elfogadtam másokat is, hogy mások mást tartanak fontosnak. Ezek a kérdések nagyon izgattak engem. Miért van az, hogy valamitől félek, valamitől nem félek? Miért van az, hogy bántanak, vagy miért van az, hogy én bántok másokat? Pedig nem akartam. És ez az, ami megmutatja, hogy ha egy magasabb szintről nézzük ugyanazokat a dolgokat, akkor láthatjuk az összefüggéseit a dolgoknak. És ez az, amikor mint egy kirakós játék helyére kerülnek a dolgok. És ez az, ami ez gyönyörű mondat, hogy felsejlik az élet szövedéke. Ez az, amikor úgy helyére kerül minden. Ez az, amikor úgy egységbe kerül az ember a világgal, megtalálja helyét a világban, és megnyugszik, és megérti ezt a világot. Számomra ezt jelenti, Karol Kilner. Köszönöm, hogy meghallgattatok, megnéztétek ezt a pici videót. Jó gyakorlást kívánok otthonra is, és az órákon is. Találkozunk. Sziasztok!